Ácsomi, sziasztok gyerekek! Üdv a csatornán! Keeper jelentkezik a következő laggos gameplay-en. Figyeljetek, megtörtént az esemény. A zombi horda elvileg még fönn van, de most már az történik ugye vele. Hú, a gyerekek biztos, hogy itt vannak, mert nagyon lagolunk. De most már az történik vele ugye, hogy nem futnak. Szóval hogy nagyon gyorsan kimegyünk. Egyébként a mai részben rengeteg dolgot terveztem, úgyhogy kapaszkodjatok meg. Futunk, rohanunk végig szerintem, megállás nélkül. Mert olyan dolgokat kellene csinálni, amik el sem tudjátok képzelni, hogy milyen dolgokat kellene csinálni. Fú, na, húzzunk nagyon gyorsan ki, hajnali négy van, nézzük közben, hogy nincsenek a zombik, mert ugye esélyes, hogy lehet, hogy betörtek, bár megmondom őszintén, hogy az kétlem, mivel ugye hát ez ilyen full beton létesítmény, én van egy olyan érzésem, hogy ezek nem jöttek be. Egyébként annyit csináltam még így a gameplay-en kívül, hogy inventory-t rendezgettem. Na, figyeljetek, egyébként azt írtátok, hogy ezt vegyem föl, és akkor ezt le tudom rakni, és akkor az nekem jó lesz, mert tudom vele világítani. Egyébként itt nem, ugye nem tudok kimenni elvileg, de tudom azt csinálni, hogy tudok lerakni dobozokat, és akkor azt meg tudom se apá, hey, mi van itt, tere? Azt mondja, hogy nem tudok. Úgy gyerekek, lehet, hogy itt jönni fognak, hallom, hogy nagyon hörögnek. Megpróbálunk minél gyorsabban kijutni, nem tudom mennyi zombi jött, de figyeljetek, első zombi orda, úgyhogy nem lehet egy olyan nagyon veszélyes, nem? Na, és kacok-lacok. Rakjunk le, várjál, nem azt akartam, rakjunk le ilyet. És akkor próbáljuk meg azt. Na. Csak nehogy a nyakamba ugorjon egy zombi, mert akkor beszarok. Na, ugye? Oké, ezt felveszünk. Akármikor ide jön egy zombi. És akkor... Na, ugye, és ki is jutunk. Ez az! Kemények leszünk, mint a rabban, hanem gyertek rá, meg kellene nézni, hogy hol furtak egyébként. Nem látok sehol. Valahogy ütnek ezek. Jó van, oké, nincs semmi baj, levegyük, azt szétcsapunk köztük, most már ugye nem futnak. Egyébként a lakból ítélve valószínűleg, hogy itt vannak, igen. Figyelj, nem nagyon akarok. Azt a betyár, gyerekek! Oda nézzetek, mi folyik itt gyöngyösön! Hú te! Figyeljetek, tudjátok, mit fogok csinálni? Nem fogok velük foglalkozni. És lehet, hogy megköveztek érted, de nem fogok velük foglalkozni. Appá, nem törtem a lábam, jó van, nem? Mert leszarom. Mert igazából idő, gyorsan kéne menni, figyeljetek, próbálnak befúrni. Azt a betyár, ott akartak bemenni, hát nem sikerült nekik. Na gyerekek, amit egyébként ki akartam dolgozni, találni, egyébként valószínű, hogy elfelejtenék, hogy mi van vele. Jöcsé, mert ez majdnem ráugrott a fejemre. Valószínű, hogy elfelejtenék, hogy mi van vele, hogyha így megnyugodnék, de most egyébként nem tudok megnyugodni. Viszont van egy csomó dolog, amit kellene csinálnunk, először is el kellene mennünk haza nagyon gyorsan, az meg arra van-e. Kutya hangot hallok. Jó van, hagyjuk a francba, annyi kaján van beledöglő gyerekek. Na, húzzunk haza nagyon gyorsan, és akkor utána arra gondoltam, hogy küldetéseket kéne egyébként csinálni. Jó, a gyerekek, ezt megoldottuk szerintem frankon, nem nehéz így megoldani, mivel ugye az első egy-két zombi orda az valószínűleg egy nagyon egyszerű lesz. Valószínűleg ki tudom most már nyitni azt a izét, azt a bejárati ajtót, tudjátok hol van. Na, kerüljük ezeket a kis köcsögöket, tehát gyerekek, ígyunk egy vizet, nem tudom mennyire vagyunk szabjasak, de mi ne, hogyha jön valaki, akkor azt meg lepuffadjuk. Igazából nem akarom nagyon pazarolni a különböző dolgokat. Ezekre. Figyeljetek, fát kellene vágnom, nem? Mert kellene nekem tüzelnem majd. Ami nem úgy, ahogy gondoljátok, nem úgy tüzelek. Kipa nem tüzel. Majd tavasszal, mi? Lol. Egyébként összefutottam, képzeljétek Zalaegerszegen. Egyik nap, azt elfelejtettem mondani. Egy nézővel, úristen, és ráadásul ilyen izébe voltam, ilyen fúcsövésbe voltam. Munkából mentem be, azt ott volt dolgom, pont abban a házban, ahol ő lakik. És akkor így jöttek utána anyukájával, édesanyjával, hogy he, hát nem te vagy a keeper. Azt én meg ilyen tényleg ilyen izébe volt, az annyira cikibe volt már, mint nekem volt ciki. Nem amiatt, hogy oda jöttek, hanem tök kedvesek voltak, meg minden. Csak az, hogy ilyen fúcsövésbe ott nyomtam. Mármint ilyen tényleg ilyen melóból jöttebb dolog. És az ember nem számít rá, hogy így megismerik. Nem nagyon szoktak megismerni, mondjuk nem is nagyon járok olyan helyre, ahol megismerhetnek. De nagyon érdekes volt, de azért nagyon kellemes volt. Köszi szépen, egyébként valószínű nézi a videót, aki jött-e. De az a durva, hogy ismert meg. Mármint, hogy nekem nagyon ritkán van facecam-em. És mégis megismert, tök jó volt. Nagyon kellemes érzés volt egyébként.
Szuper, jó volt minden. Szuper, jó volt minden, de. Na, igen, na, figyeljetek, fú, egy csomó minden, hogy jöttem ám hozzátok olyan dolgokkal, meg se, el se tudjátok hinni. Például, mindjárt mutatok valamit nektek, gyerekek, ugye? Hogyha jó, kellene nekem egy jármű, azt már leszögeztétek ezelőtt egyébként. Mi a szar van, gyerekek, hát mit csináltok itten ilyen csajok járkálnak a ház körül. Ah, nyerdő Isten. Le is ütöttem egyből, jó van, oké, kevegyek vagyok. De ahhoz, hogy egy járművet meg tudjak javítani. Ahhoz, ma egy az, hogy kell egy csomó minden, de mindjárt megmutatom, hogy mi. Meg kell olyan, meg egy csomó mindenhez kell research data. Az azt jelenti, hogy ilyen, már ezek kellenek egy járműhöz például. Hát ezek nagyon nincsenek, úgyhogy valószínűleg egy biciklivel kezdünk. De van ilyen maintenance, vagy már nem tudom, hogy ejtik. Ilyet meg kell craftolnod. De ilyenbe, hogy akármelyiket is lecraftold, kell bele tudás. Research data, tehát ilyen kutatási adat. Kutatási adatok kellenek, a kutatási adatokat meg egyféleképpen tudsz szerezni, legalábbis én, amire rájöttem. Így utána néztem, mivel láttam, hogy ez a kutatási adat ilyen, hát egy memóriakártya konkrétan. Ez valahonnan ugye meg kell szerezned, de az, hogy megszerezni, nem olyan egyszerű. Na gyerekek, várjátok, vágtunk fát, ugye valószínű, most ezt be tudom mire tönni. Hova tette be? Mi a fasz? Hova tette, hallod? Mit csinálta? Ne oda tedd, ide tedd! Jó van, oké. Egy óra van, ameddig ég. Egy perc, miért? Miért csak ameddig? Mi a fasz? Én vagyok a hülye vagy a tükörgyelbe, rakjunk be ilyet is. Már 2 perc. Ja, igen, meg akkor várja, mi van itt? El kéne gyújtani, nem az ide. De miért nem enged sütni semmit se? Mi történik itt? És én vagyok megkeveredve, vagy mi van? Miért tudom, miért nem tudok sütni, he? Volt olyan alkatrésze, valami nem stimmel, gyerekem. Figyelj, ezt bevagoltuk, vagy mi van? Figyelj, miért nem tudok kukolni? Ez egy fú el kell hozzá, hát ott van benne, bazze. Na most már igen, figyelj, ez a fá miért... Ja, mert azt le kell craftolni, bizony, tűzifává. Hülye volt a keeper! Jó van. Cookingoljuk, ezt nem cookingolom, mert az nem kell. Tűzifát kell csinálni, azt meg azt hiszem, hogy csak itt tudok csinálni. Ja, de jó egyébként, mekkora király, ugye. Tűzifát kell vágnod be azért a tűzre, hallod? Megőrülsz. Jó, 16 másodperc múlva nincs semmi probléma. Egyébként ilyet meg tudok csinálni, hányat. Ez jó, az be nekem köl. Fűjét kell gyűjteni, majd azt akkor tudok. Még ide is, forgács is keletkezik, gyerekek. Na, és az ajtót ki kéne nyitni, gyerekek. Annyira be vagyok pörögve, meg vagyok körülve. Na. Mert ugye raktuk a, ezt kérünk elvileg most már ki kell tudni nyitni ezt az ajtócskát. Ez pedig ég? 1 perc 50 valameddig, vagy mi? Nem. Várjál. Ez meg 3 percig, úgyhogy egy tűzifalat rá kell verni a fá izére, tűzre. Csak hova az édes anyja szemébe rakta egyébként? Ettől vadulok meg, ettől a pakolgatástól. Rakjuk rá ezt is, forgács, jó ez. 3 percig, oké. Na. Elvileg zárva van. De most már tudom nyitni, csak 2 darab ilyen locking pick-kel van, úgyhogy ezzel óvatosabb bánjunk, ki kell találni, hogy ugye hol illik. Ugye, elvileg ott, itt fordul, jó. Hoppá, hoppá, gyerekek, a keepernek megfogta az Isten lábát, a keeper. Hoppá, itt vannak dolgozók, gyerekek. Várjátok, nem kellene, hogy nagy zaj csapta, belejönnek a csávok. Egy kicsit pörgök egyébként. Ó, oh, mennyi láda, meg minden van itt, te! Mit csináltál, Sanyi? Mit csináltál? Ja, csak eltűnt. Rocky Horror, itt van. Rocky Balboa. Kiütlek. Hányszor kell fel? Maradjál el! Mit csináltál, Csém? Hát mi ez, Mortal Kombat volt, apám? Hallod, legugolt, azt lábon vágott. Hát azért a szemtelenségre tovább. Mi volt ez, gyerek? Ez komoly dolog volt, nem? Na gyorsan, nézzél, lutoljuk ki a dolgokat, de nézzél már jelára. Figyelj, ezt ilyen izének is tudom használni, ilyen... Minek nevezik? Pánik szobának gyerekek. És a másik ajtót is most már ki tudom majd nyitni, hogy tudok betont falazni, akkor be tudom falazni magam. Na, nézzük, mi van itt, mert gyerekek, csoda dolgok vannak. Ó, egy balta! Carpenter's balta, nem tudom, az mit jelent, de biztos jó az. Gondolom, jobb, mint az enyém, várjál. Hogy ne? Ó, nagyon jó gyerekek. Mit power attack-ja sokkal kevesebb, de miért? Meg a damage-e. Igazából nem ezzel fogok ütni, úgyhogy jó, hát ezt a scrap-et megtartsuk. Akkor milyen jó dolgokat kapunk, gyerekek. Figyelj, valaki megjött.
Oda nézve, ez ilyen gyorsabban súlyigatós. Figyeld, ez fejbe vele vele egy oldókat. Gyere, gyere ide! Hoppá, hoppá! Az jó, ez ilyen gyorsan ütök. Az a baj, hogy lejönnek a dolgok, gyerekek. Hoppá, ilyen kutya szömi dolgok. Lőszer, valami. Shotgunom már volt, jó, a shotgun lőszer jó jön. Jó van, gyerekek. Jó, jó vagyunk. Ez jó, mert nem veszi a staminát ez a izé, ez a balta. De lehet verni minden, ő. Egy ilyen fokos. Oh, jaj, van egy ilyen, ami van volt, figyeljetek. Ezt meg elvileg, ezt azt hiszem, szerintem nem tudom kinyitni még. Ennek százas kell lockpicking, nekem meg van izém. 51-esem, úgyhogy erre érdemes rakni még, mert akkor ki tudom nyitni mindent. Az meg nem egy utolsó szempont lenne. Így, jó. Megyünk küldetés csinálni, gyerekek. Meg data izét fogunk keresni. Research datát, hogy tudjak csinálni ilyen karbantartási útmutatót. Hoppá, mi a szar ez, gyerekek? Na mindegy, megtanuljuk, nem? Oké? Okay. Itt is van még, mindig? Úristen, mennyi cucc. Ez jó sok cucc volt, tényleg, ez le a kalapva a gyerekek. Egyébként lehet, hogy ezt raktárnak fogom alkalmazni, mert van itt minden, mind a bucsukba. Vagyis, mármint úgy értem, hogy van itt. Van itt cucli-bucli, figyelj, egyik köves lesz, másik köző és vasas, legyen ez a vasas, aztán nincsen semmi gond, gyerekek. Ami vas, azt ide szórja bele Keeper, ez is vasnak számít, ez is vasnak számít, ez legyen számítson vasnak, ez vasnak számít, vasnak számít, vagyis nem is vasas, hanem ilyen, hogy nevezik azt, lámpecska marad. Van itt egy ammunition boxom, azt lehet, hogy ledobom valahol, mert miért ne? Meg akkor legyen olyan jó, amelyik ilyen fas. Fas. Van kaját, ki kell raknom. Clay, azt mondjuk nem ide kellene volna. Na várjál már. Próbálok gyors lenni, mert 8 óra van, ezt elcsesszük az idős gyerekek, tudjátok. Figyelj, van itt minden. Ó, de jó, van. Nagyon jó, ezt meg berakjuk ide. Ezt akkor nem kell szórakoznom, ezt is kivesszük innen. Ezt sorba rakjuk, ezt leszkrepeljük, gyerekek van ám, minden. Mármint ilyen foglalatosságot kell csinálni. Kajákat ide berakjuk, a lyukkát azt nem rakjuk be, mert azt... Mi volt ez? Na mit, megint zugolódik valaki. De ez egy skorpió lesz, gyerekek. Ez egy jó buli lesz. Ez esküszöm, egy skorpión volt. Hogy te hallod? Itt ez zörögnek valaki. Te! Ide hozod a skorpiót a nyakamra, a nyakor el elvágom. Kis tekercével. Hát mi történik itt? Szekercével elvágom a nyakát a csávóra. Na! Jó, megnyugodtunk, úgy látom. A makkot azt ide rakom, bár nem ide kell, de tudom! Igen, a skorpió itt egy nyugtalankodik fölöttem, azt elmondom nektek. Mennyi izőnk van? Egy darab izőnk van ilyen gyógyító akármicsodánk. Kéne craftolni, ezt elvileg itt tudok. Hú, gyerekek, van ám itt minden, tényleg. Elvileg Aloe Crane-ből tudok csinálni, várjál. Így hívták, ilyet. Ebből csináljunk akkor egy palomba. Elvileg elkészült közben a nyílveszőig. Fallon, itt van a skorpió. Az úgy nagyon jó lesz kimennem, hogyha skorpióval kell küzdenem közben. Nyílvessző van. Ez meg, fa az van. Fát azt berakjuk. Tényleg skorpión van, esküszöm. Az le tud jönni ellen a picilik? Ez egy jó buli lesz, tényleg. Esküszöm. Az, na akkor azt így adni fogom. Ide meg berakjuk még ezt a... A deszkát azt nem rakjuk. De rakjuk be a deszkát, és leszarom a deszkát. Egyelőre. Figyelj, mennyi helyen van? Hát nem olyan túl sok. Egyébként ezeket leszkrepelhetném, mert minek? Ami úgy nagyon nem kell. Ez meg jobb állapotban van, mint az enyém. Gyerekek, itt hörög egy rohadt skorpió, az tényleg jó buli lesz. Na! Megakadt már megint, csak át ne állítsa a grafikát. Ja, izé, Norvég írta, hogy ő neki nagyon gyakran kifogy. Egyébként azt megcsináltad Norvég mellett fel... mindenkinek, akinek mond, azt elmondom, hogy... átállított a grafikát, jó.
Ezt nagyon gyorsan elmondom, hogy aki föntelepíti ezt a modot, ugye, Undead Legacy mód letöltött, belerakod a mappába, a játék mappájába, ennyi, nem kell semmit csinálni, de nagyon fontos, hogy másolt ki a Steamből, az eredeti Steamből, az egész 7 Days to Die mappát, és utána egy külön mappába csináld meg ezt az összevásolást, jó? Mert különben nagy baj lesz. Nem fog működni a dolog, bármit úgy nem fog működni, hogy ugye a Steam az megpróbálja mindig így visszaállítani szép állapotban a csora üzéket, az egészet. És az nem biztos, hogy neked jó lesz, hogyha mindig visszapróbálja állítani, meg úgy szétcseszi a Steam magát ezt a morolt verziót. Mi a szar ez a sötét? Őha. Ez nem jó, ugye? Jójój. Hát ez köllött nekem ide, mint szor a zsebbe, ugye? Na hova patt? Hova ugrott ez? Hűha! Nem már, hogy megmérgezett! Kell nekem ez? Komolyan mondom, miért? Megmérgezett ez a kutyaszar, gyerekek, már megint! Nem mondod, hallod? Már megint megmérgeződtem. Tögölj már meg, te hülye. A rohadt életbe, komolyan. Ide kellett jönnie, hallod? Ennél ekkora egy szívás meg nem láttam. Persze, bazzá. Komolyan mondom, vagy... Nem arra úgyatok, hogy ezt mondom, de ez egy írdotlan nagy szívás az, az egész mód. Ne telepítsétek fel. De nem akartok ide fantomra szívni állandóan. Jó, ezt kiszedem, biztos nagyon jó lesz nekem valamire. De küldetést akarok egyébként csinálni, meg mindjárt megcsinálom. A küldetéssel együtt csinálunk Chrysalis datát, azt meg fogom mondani, mindjárt hogy fogunk csinálni. Jó, kiszedtem, jó, meg a fát is megvetszem még. Jó, az, de jó nekem. Jó, meg a izét nem raktam le ezt a nagy vasdobozt. Jó, nem baj. Jó, a gyerekek, megint izé, küzdhetek a izével, semmivel, hallod? Na? Nem hiszem el, komoly. Hol vagyok egyáltalán? El kell vennem a bóthoz. Ej, te báriás huncut. Nézzére meg várj, nem tudok, nincsen mennyi, skill, mennyi XP-m van. Nem tudok még ezeket rakni. Atlétika 6-es szint, jó volt. Mert kicsit kellene pakolnom skill, skill pontot. Egyébként csomó mindenre kéne pakolnom. Milyen a hang már megint. Jó, nagyon jó, neki mentem. Megint meg vagyok mérgeződve, de jó, csodálatos dolgok vannak, gyerekek. Nehogy ám jól érezd magad, egyszer ebben a játékban. És nem figyelek, hogy ne találkozzak velük, de arra jön érted a bejárathoz, azt ottan dobzódik, azt nem tudsz vele mit csinálni. Öcsém, facsiga. Jó, ilyen gyűjtögetek, azt valami lesz. Jó, van, nincs semmi baj, nem réjjük annyira, jó? Csináljuk a dolgokat. Nem tő autót megint keresetek, vagy pedig megint vehetek, megint az összes pénzem el fogom költeni a szarra. Hogy vegyek ilyen izét. Meg egyáltalán találok-e ilyen ellenmérget, azt lehet, hogy nem is találok, azt megdöglök a francba. Önhibámon kívül, jó, nem önhibámon, de önhibámon kívül, nem, egyszerűen nem. Nem mondom azt, hogy most ez olyan. Most ki a francot hiba? Nem te. Mit hibáztassak, két játékot, de nem. Miért kell rászpónoltatni az emberre azt a rohadt izé, skorpiók? Meg legalább ne történne az, hogy állandóan beszívod ezt a mérgezést, érted? Mert oké, sebezzen, nekem aztán tök mindegy, de ne mérgezzem meg minden egyes rohadt alkalommal. És megint honnan az anyámból szereznek izét, érted? Ellenmérget, honnan? És abban bizony, hogy esetleg a küldetés valami olyan helyre visz el, aztán talán van valami gyógyszeres flakon, aztán abba ott lesz, mert szerintem itt kilutoltam a világot én. Jó van, mindegy. Esetleg ha látunk a mentőautót, akkor utoljuk. De gyorsan menjünk, 10 óra 37-ben húzzunk bele, hogy legalább két küldetést tudják csinálni, ugye? És 9 óra, hogy 9 be... Mi az? 9%-on van már a szar. Jó, megnézzük, hogy van-e nála, de egyébként pénzem az dupu, szóval annyira nem fogunk ruskálni itt a javakba. Meg egyébként nem is nagyon akarok költeni, tehát nem akarok még költeni, csak segíthetszek, gyerekek, mondjátok meg, hogy van-e nálatok gyógyszer, vagy valami csoda. Nagy lószar van, nem gyógyszer, nincsen gyógyszer náluk, ne. Úgy de jó.
Úgyhogy viszont van egy hunting rifle, amelyik 102 csöve, ez egyébként egy jó dolog. 790, de mennyibe kerül? 3500. Semmiatt nem tudok semmit venni, mert mindig vagy ezt cseszhetem el, érted? Ez mennyibe kerül? Nem drága? Mi drága? Esetleg tudnék eladni valamit, de nem, mert csak a lőszerek, a bő... Egyébként ezt a bőrt mindig veszi, mint a cukrot. Jó. Sokra megyek vele egyébként. Jó, 100 coin-t. Egyébként a bőrt azt veszi rendesen. Az jó, az egy jó dolog. Jó, hát valamit eladok, mert így nem fogok elmenni bucsúba. Ez mennyi? Zsírt is megveszed? Jó, mennyi zsírt is. Jó, egyébként legyen egy kis pénzem, mert különben baj lesz. Na, küldetést csináljunk. Meg megnézem, ennél nincs a véletlen, de azt hiszem, hogy nem is volt. Ja, ennél csak ilyen kutyaszarok vannak. Ez mi? Ja, resetelni lehet skill pontokat, tök jó. See you later. Szávasz. Ja, majd munkát adja, legközelebb itt nem, megyünk messzi. Fast foodot kellene kipucolni. Házat, ki kell ásni, szuprit nem fogok csinálni, az biztos. Jó, oké, okay, fast foodot. Ezt kéne kipucolnunk, oké. Okay. Elvállaltam, megyek nagyon gyorsan, szavaztok, nem érek rá. Bocs. Egyébként, ilyen atlétikára, meg ilyen idejére, meg hogy sokat tudjak cipelni, arra nagyon szívesen pakolnék. Egyébként hol van az XP mennyiségem, mert megőrülök, hogy nincs. Mennyi XP kell? Hol az XP? Hol XP? 1193 kell csak a level up hasz. Az jó! Viszont azt lehet, hogy meg kéne lépnem, hogy legyen level up hol. Mert... raknék még valamire. Mert már... egyébként, hogy sokat tudjak cipelni, az is nagyon jó, mert tök gyors vagyok, hogyha... ez nem hátráltat, érted? Kövér food, kövér foodot. Kipucoljuk. Ó, te rohadt. Jaj, de jó volt nekem, már megint mi történt volna, érted? Már megint meghallgott a időt. Jó, kiszedem. A csontot meg, úgyis meg a bőrt jól veszik. Meg hát ez a skillem is ugyanő, ez a animal harvesting. Nem tudom egyébként, ezek így vannak-e a alapjátékban, már nem emlékszem. Na, hon vagyunk? Át kell mennünk itt a izén? Az mi? Ja, ott a kórház. Jó, de oda nem megyünk, még a közelébe se. Ja, meg a jövő skorpiókra figyeljünk, már most már meg vagyok mérgeződve, most már annyira mindegy. Úgy gyerekek, ez a kórház egyébként tök jó lenne. Hogyha jó lenne, csak nem jó. Egy aksi. Viszont az jó a jövőhez, kocsihoz ugye. Te ha. Nem korai, hogy ilyen zombi jön? Most ne haragudjatok meg. Ez nem korai? Futkosó zombik jönnek? Ha? Szerintem egy kicsit erős azért, nem? Így a, mit tudom, hatodik napon, vagy hetedik napon. A nyolcadik napon, már nyolcadik napon vagyunk, nagyon durva. Jó, ugye ezt úgy lehetne csinálni okosba, hogy kilútolod egyszer, meg kilútolod még egyszer. Megmondom őszintén, nem nagyon szívesen csinálnám úgy, már csak azért nem, mert egyszerűen inkább a híreket növelném agyba főbe, és az meg ugye, hogy kétszer kilútolom, az addig tudok csinálni két küldetést. Vágjátok, hogy mire gondolok? Ott egy mentőautó egyébként. De lehet, hogy azt elengedjük, mert szerintem van nincs semmi, mert ilyen kerekei sincsenek. Jó, csináljuk meg gyorsan a küldetést, azt Isten áldjon, na? Na. Mert akkor ugye a híreket tudod így növelgetni. Meg kell nézni ugye, hogy hol van a lámpa. Mert... mert azt ugye tudjátok, hogy be lehet mindenhova menni, anélkül, hogy bontanál, és megfelelő helyen kell. Ez nem olyan nagy stamina igényű ez a balta, úgyhogy ez ebből a szempontból jó. Na nézelődjünk, egy aksit szereztem, úgyhogy az autó alkatrészeket majd valahogy összemókoljuk ám. Jó. Hohohaj, én vagyok a izé! Szakercés Jari, bazze! Nem erek mindenkit, mint a... Wow. Jó, az ilyen izéket, ilyen random lootokat meg elengedjük, megint csak. Na, jaj, de jönnek a gyerekek! Gyártek ide a papához! Csaplak meg, na! Én vagyok a izé! Szakercével kik dolgoztak a izék? A betyárok!
De egyébként ez meg nem kárézza őket, tehát nem knockdown-olja. Annyi probléma az van. És akkor most miért kellett ide jönnöm? Ja, arra, oda nézze, ki van találva, hallod? Nagyon jó, jó van, itt már azért rá legyünk a sörétre, mert lehet, hogy megszivatnak minket keményen. A János ítézek. Szedjük egy kis borkhivótört. Ha már csak így lehet. Jó, megszivatnak minket, gyerekek. Nagyon megszivatnak minket ebbe a játékba. Én már érzem. Mármint olyan szempontból. Hoppá, mennyi vagytok. Semennyien. Ez kinyitós. Ugye, átmegyünk egy kis lopakodásba akkor. Jó. Figyelj, onnan a Keeper átmegy a időbe. Tolvaj. Rúgva. Hoppá, nem sikerült a rúgolás. Jó, van, akkor szétvágjuk a fejüket. Egyébként lehet, hogy ez jobb, mert ezzel meg hátba fejbe csapom. Azt kárézi. Mi az? Valami retyeg. Mármint, hogy kiüti, látod? Vagy aki nagyon ordítozik. Jó, itt szeretne bejönni. Mi van? Valaki szeretné bejönni? Vagy bocsánat, de záróval nem tudnak beengedni. Zárva vagyunk. Vagyunk-e? Hoppá, valaki örög. Én csak egy hamburgert szeretnék. Elvitte erre. Hoppá. Megütöttek. Arra kell figyelni, majd mindjárt betörés. Csákó betöri az ajtót, igaz, beteszem. Gyorsan kilootolok egy-két dolgot, itt nem hiszem, hogy meg fogunk itt gazdagodni. De abból a szempontból azért jó, hogy valamit azért mégiscsak viszünk. Ó, token az jó. Egyszer lenne ilyen 1 millió tokenben, hát nem lehet találni soha izét, nem? Valóságban is lehetne olyan, vagy esélyes olyan, hogy hát most izét találok én egy 100 000 pénzt, nem? Miért csak mindig izét találok? Mindig csak keveset. Nem hiteles. Jó, nem azt mondom, hogy mindig találjunk hatalmas nagy pénzeket, de azért valamit ott néha, nem? Egyébként azok kiásos küldetések, azok nem olyan rosszak ám. Lehet, hogy rá kéne menni. Ez meg zárva van, ne? Várja, valaki megjött. Valaki megjött, várja. Szeretné nagyon a kaját. Gyere, hal vagyok, na. Hogy mennyi, vissza mennyi. Köszönöm szépen az érdeklődést, ezt meg ki kéne nyitni, mert hát, hogy van benne valami, csak az a baj, hogy a csávó az meg mindjárt betörő az ajtót, úgyhogy ezt lehet, hogy rendezem. Meg ott is, mi van itt, gyerekek? Mi ez az őrület? Hogyan gondoljátok ezt, Keeper itt? Bazár, pont egyszerre jön mindenki. Ezzel kéne foglalkozom, mert ez súnya gyerek. A francot. Bazár, és gondoltam egyébként. Biztos voltam benne, hogy majd akkor jön be, oda nézni, eltörte a lábamat. Ezt a legjobban szeretem egységem, vagy nem tudom, mit csinál. De ránk vertek, gyerekek! Azt hitte a Keeper, hogy mi van, aztán mégse. Kemény voltam, mi? Azt hittem, hogy én majd itt... Mi a fasz? Gyerekek, hát mi történik itt? Szerintem benyomhatunk egy zombi hordát, nem mondom nektek. Tudjátok, van aki... Vannak ilyen spontán zombi hordák, tudjátok, hogy benyomhatunk egyet. De jó! Hát nem hiszem, hogy egyszer az egyik felére, másszor a másik felére lőttem! A mi a... Túros lófasz van itt. Ó! Csúnya beszéd volt. De ez... Most ne arra ugyatok meg, nem, egy kicsit nem sok. Én azt pont... Ide írt a norvég, hogy ez nem kicsit nehéz egyébként ez a mod. És már megint itt kapeszted valaki. Hát ha ebben lesz a nagy ide, pénz. Hát ez nem volt érdemes. És már megint itt millió rózsaszár. De hol van a küldetés, hogy mit kell csinálni? Ne tűnt a trader van, húzzunk a francba, csináltuk meg a küldetést. Na mi van már, megint itt ütöd az ajtót. Az asszony is. Jó van. Nyugodjatok el. Nagyon nehéz. Be kell kötnem magam.
És már megint jön, bassz, mi van? Ezek ne, ez nem spontán ideje szerintem. Meg elsők is vagyunk. Ez rottunk nem spontán zombi volt, hanem ennyien vannak ezen a rohanyomokon. Jó, nyugodjatok meg, már nem tudok odébb menni. Hol van a kajám? Nem hoztam kaját magam, de itt van egy ilyen például. Nem ér, egyszerűen nem tudom fölfogni, hogy mi ez a millió-millió rózsaszál dolog. Már miért van ennyi zombi? De epic sok volt. Egyébként ott is van valami érdekes épületek, csak nem tudom mik, de úgyhogy menjünk tovább. Ó, persze, meg veled foglalkoztak itt még, hallod. Látom, azt kéne megnéznem. Hogy merre mentem, merre nem mentem. Hát itt ma mindenhol mentem. Mert mondom, akkor orra megyek, amerre ízei van. Amerre még nem mentem, mert hát, hogyha ott találok érdekes dolgokat, de úgy látom, hogy voltam én majd mindenhol. Jó, van, ebben maradt egy lőszer, pisztolyt azt felejtsd el. Ebben meg van négy, úgyhogy nem nagyon vagyunk jól. Jó, van gyerekek, hát az ilyen. Böszmesok. Ezen a mapon annyian vannak, mint a nyúlszal. Meg még ráadásul persze városban is vagyok. Norvég mondta, hogy költözzél vissza majdére. A füves részre legalább talán akkor nem kell melegge meg a skorpiók a vinkornak, mert oda nézzük, és már megint egy feral. Alám vert egyet, persze nem sikerült meg. Ez, és már most ezek jönnek, érted? Ez ilyen tök ritkán szakad, nem a sisakom az le van. Izébe szedálódva nem mondod, hogy volt benne lőszer, vagy mi volt benne. Tehát ja, jó van, még egy küldetés megcsinálom szépen a kosba, de hogyha így jönnek ezek a feral, vagy fereal, vagy fareal, vagy ideál, odaáll zombik, akkor ez szudárvilág lesz itt tényleg. Hát megint vagyok mérgeződve, úgyhogy azon már nem is foglalkozom gyerekek, hogy meg vagy mérgeződve, mert meg vagy, ez van. Megint beszívtad. Megcsipett egy rohadt skorpió, azt ott dögölje meg mi. Tök jó különben, fair a játék, nagyon fair. Igen, tudom javítani lehetne utcai, mert nem nagyon van rá pénzem, gyerekek. Na, mi az, ami mini? Minecraft mini? Vagy pedig ez? Rangers... jó, inkább a miningot. Van valami munkád még, testvére? 600, 400, 443. Ugyanaz majdnem csak másik ház. Hú, várjál, ezt inkább. Safe travels, friend. I like you, friend. I've got work for you. Jó, van, mindegy, csináljuk meg. Azt ott nem tudom kilutolni, mi van ott, ott van egy ilyen. Valószínű, hogy nem. Könyves polc. Várjatok pillanat, ezt megtanulja a keeper. Jó, be vagyok szivadva. Ezt megiszom, aztán húzzunk a drágba. Azt azért hittem meg, hogy kicsit gyorsabban stamina regeljek. Na, megyünk a következő küldetést, csináljuk már meg, ha már egyszer. Nyílveszőket elraktam? Na, pörgünk át, mint a trágyaszóval, gyerekek. Ebből van 11, ebből van 23, jó. Jó, valami házat kell kipucolni, közben mentő útot, akármit látunk, akkor ez csoda. Talán fogunk. Nem fogok arra menni rá, hogy most én itt megdöglök, úgy van, ennyi. Egyébként közben szereztem idejét, ugye? Közben, ott egy mentőautó mondjuk, hát szerintem azt megnéztem, mert itt már végigjártam. Jöttem erre? Ó, nem, itt még nem voltam. Jó van, oké, akkor legalább tudjuk, hogy itt még nem voltunk. Ha látunk valami mentőkocsit, ilyesmit, akkor jaj, de utálom ezeket a kutyákat, és annyi, meg kigyó, meg oda néz, meg mennyi. De miért kell ennyi kutyának lennie? Azt mondjátok meg. Miért kell ilyen 866 kutyának lennie, meg 866 zombinak? Mi van, bazza? És most meg beteg lettem! Nem mondtad. De jó vagyunk, komolyan mondom. Hogy a szeme álljon meg annak, aki ezt kitalálta, hallott. És ez a kutya meg rám fog még jönni valószínűleg. Még beteg is vagyok. Háj, de nagyon szereti a képőr ezt a csodát! Mondta, hogy mentőautó el, itt meg, és itt még nem voltam a gyerekek, várj, 16 óra, bele kéne húzni, mi? Valami támadásban van rám, de nem tudom, hogy mi.
Várja, 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 várja. Azt szerintem egy patika gyerekek, e? Oda nézzék. Hú, mennyi íze. Jaj, ne. Ja, ez támadásba rendült szerintem. Ezt a betyár gyerekek, hát ezt... Meglátszik, a tenisz múltam azért ott van. A tenisz múltam azért tudja dolgát. Szerintem megint átváltottunk 4K-ba. Nehogy jól érezzük magunkat, bár nem biztos, de hogy nem. Ó, de már megint átvált. Nem váltottad 4K-ba. Jó, figyeljetek, ez viszont szerintem, ez egy Fire Station. Az meg szerintem egy... Figyeljön el, a gyerek! A szemed álljon meg, hát gyere vissza akkor. Ez egy izé, ez egy gyógyszertár, úgyhogy van rá esély, hogy találok be dolgokat, csak arra is van rá esély, hogy a kutya meg a harap, seggembe harap. És tudom, hogy nem ez a küldetés, hanem ez a küldetés, nem mondod. Ez a rohadt kutya, az mindjárt seggembe harap, az úgy jó lesz. Ezt a gyógyszertárat kéne megnézni. Mellette van pont az a ház. Figyeljetek, mindent találok, csak azt nem, ami kell. Abba megint biztosak lehettek. Ez így könyveljétek el. És ott is van egy. És ezt a házat kell pont kilutolnom, azért ez egy mázli lesz. Ez tök jó. Na gyere, gyerek! Gyere! Leütlek! Figyelj! És ezt utálom, amikor variálja, mint... Kutya! Tudjátok mit. Meg vagyok mérgezve, meg még beteg is vagyok. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Ez most komolyan megütött? Vagy mi a kaktusz? Adjál már te. Idesanyád. Na, gyerekek, próbálkozzunk be itt. Kicsit meggyógyítom magamra. Ja, meg áhesek vagyunk. Hát meg még mi nem kéne, hallod? Nincs a kajám. Most tényleg. Egyébként nem hoztam kaját magamra. Nem vagyok egy hót boldog egyébként. Az biztos. Szerintem nem hoztam kaját, olyan szépen kipakoltam, mint az őrültek. De jó, annyi baj legyen. Sem mondod már megint egy kutya. Miért kell állandóan jönnie ellenfélnek? Ebbe a rohadt módba. Hogyha nem kutya, akkor ez, hanem az, amaz. Mi van? Ez egy gyógyszertár, hát valami legyen. Ugye a kutya mindjárt megtámad, megőrülök. Most átnézem ezeket, de szerintem ezeket hülyeség, mert itt ilyen kutya dolgok vannak. Kutyacsontok. És ezt mindet átnézed, megőrülsz. Ha megint ütnek, megizeljenek, trombolnak, mert nyugtalanok, mert miért ne. Egyébként ez az I, ezt tudjátok mit ér? Konkrétan semmit. Köszi! Nem is hittem volna, hogy nem jössz rám hátulról. No comment. Nem tudom, egyszer nem tudom már. Hova tenni ezt az egész gyereket? És akkor most ezeket érdemes átnézni? Nagyon nem érdemes, ugye? Jó, figyeljetek, nézzünk gyógyszer után, ha találunk, hát ez egy gyógyszer, tehát talán lesz egy darab gyógyszer, legalább egy. Ez megzárva volt természetesen. Ki tudom nyitni? Mennyi az ideje? Jézus Mária. Kettő darab lockpick-en van, azt erre elcsiszem és nem lesz benne semmi, akkor meg magamhoz nyúlok. Az a baj ugye, hogy nem lehet menteni ebbe a játékba, mert nehogy jól érez magad. Jaj, nem, pont eltörted, és most meg azt sem tudom, hol volt. Jaj, ne. Gyerek. Figyelj, a kutya be akar jönni. Hát ez biztos az a kutya. Jaj, végre találtunk egy ilyen szökrényt, amiben nincsen semmi sem. Ugye ezekben az a baj, hogy mindig ilyen random dolgok vannak. Úgyhogy ezzel nem megyek sokra, úgyhogy szerintem ez ennyi volt konkrétan. Kutya, ó, várjál! Ott meg kint van egy nagy fekete kutya, figyeled? Nehogy így minden oké legyen. Ott a kint. Ezt lehet, hogy izébe el kell lőnöm. Kimegyek, biztos meg akar hágni. Így lelőttem ugye izébe, bónusszal. Kuka. Na persze. Szép. Mennyi a szépnek a ideje?
Hát felöltös a pici szép, jó volt, akkor ezt nem kell kipucolnom. Nem, mit csináltok itt, emberek? Hát ez a gyógyszertár, ez lehet, hogy nem volt annyira nagy üzlet. Jó, itt úgy látom, nincs semmi, menjünk föl, hát ha. Bízunk, hát ha találunk valami csodát. Azt nem tökölök ám annyira. Ott van, valaki tornázik. Följött! Hát, ha találunk valamit, valami jó dolgot, de... Hoppá, talán fönt. Ó, oh, yeah! Itt a főút, gyerekek. Na? Mi, micsoda? Steroid. Jó. Minden egyébként van, ami nem kellene. Ez a durva. Minden van, ami nem kellene. Persze. Steroid, meg minden... Miért csinálja velem ezt a játék? Gyerekek, azt mondjátok meg. Meg kell csinálni akkor már azt a küldetést abba a házba, bár... Jaj. Ugye menjen a tír fölfele, de én nem vagyok boldog egyáltalán, gyerekek. Itt nem tudom, lemerjek-e ugrani. De talán... Még mindig üti az ajtót valaki. Ott meg ott egy skorpió, mert az még hiányzott nekem. Megcsinálom, megpróbálom ezt a küldetést, jó? Ebbe a házba. Talán nincs skorpió, meg ilyesmi. Na. Bugyózunk, jó? Bugyózni fogunk. Meg haza kellene érnem, valószínűleg a küldetést már levenni nem fogom tudni. Nem, megint a skorpió. Esküszöm. Megint a skorpió. De miért? Komolyan mondom, miért? Miért? Kiüti az ajtót, be fog jönni. Öld már meg! Üti az ajtót. Tök jó, nem, gyerekek? Nehogy, tényleg nehogy jól érezd magad. Az a... Ó, ezt majdnem leestem, ráadásul. Huhu! Ezek leszakadnak. Figyelni kell, mert valamelyik leszakad, ugye? Na, menjünk a főútér. Mármint a küldetésért. Küldetés. Ezt a húzhatunk el innen. Jó, van egy kis lootunk, úgy látom. Talán. Jó. Ezt mondtátok, hogy ezt elszoktátok vinni, mert ez jó. Mert jó nagy hely igénye van. Jó, hát meg kaja. Ezt jó rácsöztem megint. Beteg vagyok, minden vagyok. Egyébként a betegségre azt hiszem, hogy van gyógyszerem. Hát vagy pedig meg kell csinálni a craftolást, neki kell állni, és meg kell próbálnom, hogy ezért tudjak csinálni. Jó, ezt legalább megeszem. Valahogy el kellene futnom a ideje elől. A skorpió elől. Itt valahol csak le tudok jutni egyébként. Nem lenne valahol levenni. De valahogy úgy, ezt nyomorult skorpiót kell kerüljük. Jó, figyeljetek, le kéne adnom ezt a küldetést, még hát, ha valami jó lesz, kisül belőle. Jó, húzzunk valahogy. Figyeljetek, megfutok mind az őrült, jó? Rám jönne véletlenül.
Ez az, futás! Oké. Okay. Tökéletes. Tökéletes! Hát ezekkel egyébként nem érdemes leállni ezekkel a skorpiókkal, csak például, hogyha be vagy szorítva a bázisodra, akkor az úgy kelevetlen tud lenni. Na, 19.49-en megyünk leadni a küldetést, meg utána... Várja, mi a szar van? Retunto Trader, az oda mutat. Ja, oda megyünk, igen. Leadjuk a küldetést, és akkor utána meg megyünk haza. Meg van jelölve valami, ezt az megzavart. Gyerekek, baromira nem egyszerű ez az egész egyébként. Mert csoda, hogy eddig túléltem, én nem tudom, hogy fogom ezt túlélni most már. Az a baj, most már a tradernél se találok ellenanyagot. Nem hiszem, hogy túl fogom élni. Ez ilyen nagyon keresztbe húzza minden a számításod ezzel a móddal kapcsolatban. Az a baj, hogy a járműveket megjavítani se nagyon az nem egyszerű is. Még egy rohadt biciklihez is rengeteg alapanyag kell, meg nagyon sok research data, amit úgy lehet egyébként, hogy vannak ezek a könyvek, amik különböző skillbookok, vagy pedig perkeket, így megnyitó bookok, az a lényeg azok a, vagy pedig ilyen schematic rajzok, ezeket ugye beszkrepeled, akkor ide lesz belőle most. Data, tehát ilyen kutatási adat, tehát információ, konkrétan ilyen, mint hogy ilyen információ kerülne hozzád, és így tudsz vele dolgozni, ami tök jó, abból tudsz csinálni dolgokat. De ugye még nagyon kevés olyan könyv van, amit mi nem tanultunk még, vagy megtanultunk, és érdemes feláldozni. Szóval érdemes lenne egy könyvtárba elmenni, vagy valami könyvesboltba, tudjátok, van ez a bukos cucc, ott akkor akkor ott el is sokat tudnánk magunkkal. Na, ezt fogom. Munka. Jó, mert előbb-utóbb a tier 2-esek fognak jönni, egyébként viszont felvetnék küldetést. Várjál már! Mi én vagyok lenni délre, tehát akkor valami délre, vagy pedig... Ja, pont azt hiszem délre nem volt. Jó, éjszakra semmiképpen nem akarok. Oké, okay, ezt felvesszük. Júj, ki kell ásni, jó, erre fel kell készülni gyerekek. Mivel ugye ásni kell. Az meg majd ásott vigyük bőven, mert különben szívunk bele, mint az állat. Viszont most egyelőre, hol vagyunk? Ott, arra megyünk haza. Éjszakát azt ott volt töltjük. Valószínűleg, hogy a fertőzésre van gyógyszerem, de ezért nincsen. Ellenszerem az mutó. Úgyhogy ez tök jó. Egyébként nagyon gyorsan megdög lesz. Az baj. Tehát így nincs időt nagyon csinálni sok mindent, hogy megold ezt a problémát, érted? Azt a mentőt, az kipucolt, az a baj, ezeket nem is tudom, hogy ezeket a mentőt, az például kipucoltam, vagy nem. Úgyhogy ilyeneket, hogyha fejbe tartanék, lehet, hogy jobb lenne, de valószínű, hogy kipucoltam 100%, mert már volt ilyen probléma. Nem egyszerű. Nagyon nem. Az elásott cucc az jó, mert közben jönnek rád zombik, mert mi nem... Hú, ezért kell, majd elosztanunk skillpontot éjszaka. Ez a táska. Ezt megnézzük. Szemeteket egyelőre nagyon nem nézem. Megyünk hazafele. Jó messze lakunk. Nagyon nagyok a távolságok. Iszonyat nagyok a távolságok. Kellene csinálnom valami nagyon egyszerű kerítést is. Mert ugye az is baj, hogy oda mennek fölé az épületnek, és úgy vesznek észre. De ha lenne egy kerítés, ami mitől nem tudnak bemenni, akkor ugye ők nem akarnak engem megtámadni, mert nem tudják, hogy ott vagyok. Csak az a baj, hogy megéreznek. Mivel fölöttem mászkálnak, de ha nem tudnának fölöttem mászkálni, akkor az tök jó lenne. Hát jó, mert döglünk, igen. Van bajunk, gyerekek. Sajnos. Sajnos ilyen az élet, már még el fogunk halálozni, mert előtte szenvedünk majd, mint a Pilátus macskája. Mivel mindenféle bajunk lesz, mozogni alig tudunk, ez a legszebb az egészben, hogy nem hogy meghalsz, hanem még szenvedsz előtte rengeteget. Elektronikas üzében hiába kutatgatnék. Ez meg mi? Ez valami kajálda? 21-25. Tök jó kiszámoltuk ezt azért.
Mindjárt azt nyokon verem azt a csávót. Ne jöjjön utána. Ne lógy, gyere ide, over. Baza, nincs a stamina, elfeledkedtem. Ó, te... na. Stamina nem a legjobb, gyorsabban regenerálódik. Na! Ugye ide kellene kerítést húznom. És akkor nem lenne ilyen gondom, hogy itt mindig kémeresbe rendülnek. Figyelj, van egy ötletem. Álljál meg? Ennek azt mondtátok, hogy ennek elég nagy a... Várjál az ammunition boxot, vagy ezt? Elég nagy a durability-e, tehát lehet, hogy azt kéne csinálom, hogy ezt így ide rakom, nem? Hogy ne tudjanak följönni. Az egy jó megoldás lenne, srácok. És akkor az anyámba. Vagy akkor ezt ide. Az ammunition boxot meg valahogy alá. Hogy ne jöjjenek le, érted már, az tököm ki van. Hogy tudom forgatni? Hát tök jó, hogy nem tudod lerakni. De egyébként lehet, hogy nem tudnak már lejönni, nem mondom nektek. Az, sikerült. Jó van. Az! Ügyes voltál, Keeper. Nem, egyre jobb vagy. Egyre jobb vagy. Legalább a fájdalom ellenállásom nőtt már kinomba. De jó vagyunk. Ide majd kéne majdtól meg, itt tudom én. Jó. Nem vagyunk boldogok, gyerekek. Várjátok, az alapanyagokat szedjük ki. Ez kell ugye alapanyagnak. Ezt meg én hülye vittem magammal. Meg ugye a tojást is szedjük ki. Szedtünk közben tojást. Egy darab tojást, de jó. Vagy egy darabot tudok csinálni. Ezt is csináljuk ugye természetesen közben. Meg ezt is csináljuk közbe. Oké. Okay. Ja. Megnézzük a gyógyszereimet, de az valószínű, hogy van gyógyszerem. Nem is tudom, talán a méz is gyógyítja? Nem is tudom melyik. Azt hiszem a méz is gyógyítja. Volt nekem mézem valahol, csak az lehet, hogy a műtőbe. Igen. Igen, ez azt hiszem, hogy gyógyítja ezt. Igen, ez gyógyítja. Úgyhogy ez jó! És azt hiszem, hogy elég, nem is tudom mennyi, 10% alatt vagy mennyi alatt. Ezt viszont ki kéne vennem. Csak éppen azt nem tudom meggyógyítani. De nem vagyok boldog. Gyerekek, de nem vagyok boldog. Jó, közben csinálom a dolgokat, készítem. Aj, sírok állandóan, mint a őrült, de hát vannak bajok itt. Hogy itt el vagyok én itt éjszakánként, szóval nincsen nagy problém. Szteroidot, annyira, hát a szteroidot az viszek, mert az azért néha kell. Ugye tudok vinni sok dolgot akkor. Olyan alkatrészt berakjuk, meg úgy kikpakolok nagyjából, jó? Olyan alkatrészek, amiket nem tudtam elfogyasztani, ezt megtanuljuk. Mert még nem volt megtanulva, ja, meg el kellene osztanom a pontokat. A méz, a mézet azt ugye inkább raktuk akkor a... ide. Úgy. Ezt is ide rakom. Más talán nem. Egy jó kerítést kellene csinálnom egyébként. Na, kaja alkatrészeket. Ezt viszem magammal. A kaja alkatrészeket azokat meg kirakom. Kirakom ezt is. A bőr az megy majd velem. Ezt eladjuk. Jó. Meg ide bepakolunk valamit. Ilyen random dolgokat kipakolok, mert ne cipelgessem magam. Ez mi az ilyen plét, nem üveg? Ez se kell, valószínűleg. És nem akarok nagyon eladni semmit, meg nem fogok izélni.
Nem fogok eladni, mert lehet, hogy kelleni fognak ez a különböző alkatrészek, sőt, biztos, hogy kelleni fognak. Ezen rétszó például van, tudnék is venni olyan szar ellenanyagot, csak nincs ki eladja, mi? Úgyhogy ez baj. A viszont ezt a csontot, ezt, amit itt nagyon könnyen tudok gyűjteni sokat, azokat meg lehet, hogy azokat viszont eladásra fog menni, mert akkor az érdemes azt eladni szerintem. Ez is menjen ki, ne legyen nálam sokszor. Ásót kellene csinálnom. Ugye? Ásót kéne csinálni. Abból nem is egyet. Nem csak kiavítókészletet, hanem inkább akkor több ásót. Várják. Kövem, az valahol volt, nem? És már megint kezdődik, hogy szanaszéd van minden. Ásót. Oké, okay. Ja, kötelem nincsen, a kő, egy, ja, ilyen nagy kő kell hozzá, large. Kötél, az meg volt valahol, kötelem? Ez vajon? Na ja, nincs olyan, hogy a közelben mutatná? Közeli storage. Ez mi? Erre vagyok kíváncsi egyébként, hogy ez mi akar lenni. Kötelet tudok csinálni rezinből, meg olyanból. Valakik itt zörögnek fölötte egyébként. Nagyon jó lenne, hogyha nem támadnának be egyet iránt. Ja, ide raktam ki cuccokat meg. Gyerekek, van ám annyi cuccom már, mint a sár. Kellene majd. Itt van egy izé, van fa is. Ide jó. Nagyon szuper. Ja, arra vagyok kíváncsi, hogy itt elvileg itt a közeli dolgok mi ez? Hogy mutatná, hogyha valamelyikben van olyan dolog, vagy mi ez, hogy működik, gyerekek? Ez hogy működik? És például én itt beraknám mondjuk a rezint, akkor mutatnám, hogy a közeli storage-ben van rezin ehhez az izéhez? Nem. Ez mi ez a közeli storage? Nem értem. Nem. Nem vágom, hogy ez hogy működik. Nézzük olyat, amelyik van valami. Mondjuk ennek a felét kiveszem. Most ez nagyon érdekel engem, hogy ez hogy működik. Ennek a felét berakom, és akkor ide rányomok, és rányomok ide. Most miért nem írja azt a közeli sztori? Ja, mert hülye vagyok. Itt is nullát ír. Nem vágom. Ez a közeli storage, ez mi? Na jó van, szerintem srácok, elbúcsúzom, mert bele vagyok merülve nagyon a dolgokba. Közben meggyógyulunk, viszont mérgezésünk az nem fog lejjebb menni. Abban biztosak lehetünk, ezt már lekapcsolhatjuk, mert nem kell, hogy menjen. Viszont lett egy csomó kajapia meg minden. Ugye? Van 9 kajám. Oké, gyerekek, elbúcsúzom. Ki kell ásnunk, kell csinálnom egy ásót, csinál ki ásogatjuk ugye a szuplit. Aztán csinálok tovább a küldetéseket, már talán tier 2-eseket. Hát nem tudok mit csinálni az évvel a fertőzésemben sajnos. Ugye ahhoz, hogy csináljak másfajta ilyen állomásokat, ilyet például ugye van olyan, hogy nem tudom, research station. Mondjuk ilyet tudnék csinálni, mi? Fa, könyv. A bookot az hogy tudok csinálni? Úristen. Tudok bookot. Research Station-be tudok bookot csinálni. De durva is kell hozzá research data. De durva. És az Research Station, az konkrétan ahhoz kell könyv. Úgyhogy ez egy ilyen... ezt csináltam ugye? Ezt. Ezt tudnék csinálni. Ja, lehet, hogy ezekre inkább rá kéne menni a küldetésekre, nem, hogy ezeket mindent megcsinálni, aztán akkor valami csak lenne.
Már talán tudnék akkor készíteni különböző dolgokat. Lehet, hogy azt kellene csinálni. Workbench. Itt kell lehet, igen, itt kell a blokkokat, fél vagyok, hiszen ott van. Kutatni tudom a Tier 1-es technológiákat és blueprinteket. Itt tudom javítani és upgrade-elni az itemeket. Itt tudok armorokat csinálni és ruhákat. És itt tudom járműveket. Jó, oké, gyerekek. Hát ezt akkor akkor ezt szépen sorba, lehet, hogy inkább erre rámegyek, csak valamit izére kéne legelőször, hogy tudjak blokkokat és valami falat, akár fafalat is csinálni, hogy ne jöjjenek ide az ellenfele hink. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jó pillanatok, csó és há!